Hajnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök szentmisét mutatott be a pécsi Székesegyházban május 21-én. A pécsi egyházmegyei Caritas önkénteseinek lelki gyakorlattal egybekötött találkozóját rendezték ezen a napon, amit a mise után a Magtárban tartottak a nyugalmazott munkácsi püspök vezetésével. Az ukrajnai háború, a segítségnyújtás fontossága, az Istenhit volt a találkozó középpontjában. Mint püspök, először is arra gondolok, hogy lehet ezt mondanunk, hogy Isten velünk, bárkinek, de hogy én vele vagyok-e, ez egy nagyon fontos kérdés. Mert ha én is ráfigyelek, ráhallgatok, akkor egész biztos, hogy ő segít engem a saját bensőmben is győzni, és a környezetemben is, akár az egész ország számára az Úristen ügyét győzelemre segíteni, például a békére, a nem megalkuvásra, a kibékülésre. Tehát, hogy inkább a tárgyaló asztalnál üljünk, és ott böjtöljünk, imádkozzunk, ahogy például a pápa választáskor is be vannak zárva a bíborosok. Én ebben hiszek, hogy ez lehetne minden háborúnak a megelőzése, ahogy az apostolok között is tegnap hallottuk, igen, az olvasmányban, hogy volt náluk is nézeteltérés a nacionalista gondolkozású zsidók és a latinok, illetve a görögök között, meg a Caritas témában is éppen volt talán az első nagyon komoly feszültség, de összejöttek, imádkoztak, Isten velünk, Jézus köztünk, és addig imádkoztak, beszélgettek, amíg meg nem találták a közös nevezőt. Nem választás volt, nem legyőzték a kisebbséget, meggyőzte őket maga az Úristen, akire mindannyian figyeltek. Tehát én ebben hiszek, és nagyon bizakodom ebben, hogy nem csak a imádság, nem csak a bőjt, mert van hál' Istennek, főleg Kárpátalján ezt tapasztalom, egész Ukrajnában a hívő emberek ezt teszik, de hogy, ahogy említettem, Viktor Frankl-t a templomban is, ez a sokat szenvedett zsidó ember arra a szép megoldásra jutott, hogy nekem kell változni. A szenvedésnek ez a fő értelme, nekünk kell változni. És ez alapján, a fölismerés alapján, ő nem csak a logoterápia tudományát alapította meg, és járta be a világ 130 egyetemét ezt tanítva, hanem meggyőz ma is sokakat, még merném mondani a nem hívőket is, akik őt hiteles embernek tartják, hogy ez működik. Hogy én azzal járulok hozzá a világ békéjéhez, ha én a fejemben megbékülök Istennel, fele barátaimmal, és még önmagammal is. Az első reakciója az volt, ami egyházunknak, papjainknak is nagy örömmel láttam, és a Caritas dolgozóknak, hogy fogadták a menekülteket. Segély még nem jött akkor sehonnan, de rögtön megosztották velük nem csak a szobát, a lakást, a kollégiumainkat megnyitottuk, az egyházi üresen álló intézményeinket, lelki gyakorlatos házakat például rögtön megteltek, és akkor először mi gyűjtöttünk. A Caritas önkénteseinek is óriási munkát jelent a menekültek segítése. Éppen ezért fontosak azok az alkalmak, ahol találkozhatnak egymással, plusz energiát kaphatnak. A Caritas önkénteseik, akik szolgálatot teljesítenek az egyházmegye területén, az ő részükre egy lelki gyakorlatos alkalmat, egy találkozást szerveztünk meg, mert szükség van arra, hogy ne csak a munkába legyünk együtt, hanem a találkozásba is. A mai napnak egy rendkívüli apropója az, hogy el tudta fogadni a meghívást az a személy, aki közel 30 éve, több mint 30 éve a Kárpátalján munkácson végez missziós szolgálatot, Hajnek Antal püspök atya, és hát az ő jelenléte az még egy plusz hozzáadott értéke ez a mai naphoz, hiszen ugye az elmúlt hónapoknak az eseményeit látva
ugye mindenki tudja azt, hogy mi történik, és a pécsi egyházmegye területén, a pécsi emberek, az egyházmegye területén élő emberek rengeteg adománnyal segítettük, segítették a kárpátaljaiakat, és ott a határon is találkoztunk püspök atyával, aki ezeket az adományokat továbbította, aki ott segítőszolgálatot végez, úgyhogy hát a mai napnak ő a fő apropója, de igazából a találkozás az, hogy együtt tudjunk lenni, ez az igazán fontos mai napban. Mindenképpen az nagyon-nagyon fontos, hogy a feladat az folyamatosan van, de vannak pillanatok, amikor meg kell állni, amikor át kell egy picit gondolni, amikor le kell ülni, amikor találkozni kell, és ez a nap, ez pont erről fog szólni, úgyhogy szükség van rá. Nagyon lelkesek az önkénteseink, de néha hát nyilván elfogy a lelkesedés, elfogy a lendület, meg kell állni, és fel kell töltekezni. A jelenlévők megismerhették a kárpátaljai Caritas szervezetek munkáját is, azt a segítségnyújtást, amit ők adnak kint a menekülteknek. A lelki gyakorlaton mintegy 160-an vettek részt a pécsi egyházmegyei Caritas szervezésében.